Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszönöm kedves nézőinket! Március 27-én szerda délután csaptak fel a lángok a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT malom üzemében. Az épület emeleti részében terjedt el a tűz, melynek következtében az itt elhelyezett gépek, eszközök mellett megsemmisült a rendszerben lévő 80 tonnányi paprika is. A károkat több 10 millióra becslik. Hatalmas koronfolt és betört üvegek csúfítják a Kalocsai Paprika ZRT üzemének ablakát. A földön törmelék, bent pedig korom és olvadt műanyag. Ez a kép fogadta stábunkat. Két hete pusztított tűz az őrlő üzemben, mely hatalmas károkat okozott. A lángok és a füst a város minden pontjáról látható volt. Múlt héten délután 15 órakor lett érzékelve, hogy tűz keletkezett a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT malom üzemében. Malom az az őrlő üzem, ez nem keverhető össze a Margit malommal, tehát itt az őrlő üzemet is úgy hívják, hogy malom. Itt keletkezett apró tűz, de hát sajnos minden őrlő rendszerek közötti szállítás vagy szívott levegővel, vagy nyomott levegővel történik, és ez a tűz gyorsan tovaterjedt az örlő rendszer levegő, kiengedő levegő szűrő filterjeire, amelyek vászonból vannak, és ott csaptak fel a lángok, mire a örlős embereink, két ember dolgozott abban az időben, csak mindössze két darab alpine malom működött. Mire érzékelték az emeleten a tüzet, addigra oly mértékben felcsaptak, hogy a helyi tűzoltó rendszerre lehetetlenség volt eloltani. Ezért kiírtuk a tűzoltókat, és hát az emeleten tulajdonképpen elterjedt szinte az egész őrlőrendszer emeletén, és hát ott keletkezett tulajdonképpen a nagy tűz, és a jelentős károk ott vannak. Az őrlőrendszerek zömében kettő kivételével nem sérültek, illetve nem sok munkával helyreállíthatók. Nem állítható elő gyorsan. Az egymást követő őrlő sorozatban a egyik örlőről a másikra való rátáplálásnak a technikai rendszere. Jelentős mennyiségű készre őrölt paprika őrlemény volt erre rendszeresített malomépület raktárában, mintegy 50 tonna, azaz 500 mázsa. Ezt még az este ugye kihortuk, és további vizsgálatok teszik szükségessé, hogy milyen beavatkozást, csíraszegényítést, szárítást, kezelést tesz szükségessé. Körülbelül megsemmisült 80 tonna paprika, amely benne volt a rendszerben és a keverőkben, és hát a technológiában van nagyon jelentős kár. Úgy gondoljuk, hogy a cég életében a kötelezettségeink, szállítások teljesítésében nem fog jelentős kár keletkezni, amennyiben igen, akkor igénybe vesszük a szegedi örlőkapacitást is. Pillanatilag vannak olyan készleteink, hogy egyenlőre zökkenőmentesen ki tudjuk a partnereinket elégíteni, és reméljük, hogy ilyenre nem kerül sor, hogy nem tudunk szállítani. Ennél a gépnél keletkezett a tűz. A megsemmisült technikai berendezések kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, azokat csak egyedi készítésű darabokkal lehet pótolni. Ennek következtében a tényleges kár mértékét jelenleg csak megtippelni lehet, ami a vezérigazgató szerint minimum 50-100 millió forint körüli összegre tehető majd. Mivel ilyen technikai berendezések, ilyen légelzárók, adagolók, csigásadagolók, és különböző levegőkiengedő filterek, ilyen technológia, ha bemegyünk a kereskedelemben, nem kapható. Ezeket zömmel egyedileg kell legyártani, vagy malomiparban használtakat jelentősen átalakítani. Ezért erre pontos összeget nem tudunk mondani,
az én hasraütét becslésem, hogy a kár összege minimum 50 és 100 millió forint között van. Természetesen a cégnek volt erre biztosítása, mint állóeszköz biztosítása, mint forgóeszköz, tehát a készleteket is biztosítva vannak. Tehát úgy gondoljuk, hogy a biztosító ugye megfelelő módon téríteni fogja ezeket a kárunkat, és a cég életében nagyon jelentős visszaesés nem lesz. Nyilván mégis lesz, mert óriási fennakadást, takarítást, épület javítást, füstös, kormos berendezéseket jelentős csiszolással, egyéb manőverrel lehet elvégezni, amire ugye rendkívül nehéz kivitelezőt találni a mai ilyen munkahelyzetben, ami az építőiparban és a szolgáltatásban van. Tehát megpróbálunk mindent megtenni, hogy helyreállítsuk a szükséges mértékben a berendezéseket. Németh József hozzátette, hogy a cégnek volt biztosítása mind az álló, mind a forgó eszközökre, azaz az itt felhasznált készletekre is. Két pályázati felhívás is megjelent a napokban, az egyik a vállalkozóknak, míg a másik az önkormányzatoknak kedvez. Napelemek az Eperföldi iskola és a városi sportcsarnok tetején. Hamarosan több épületen is megjelenhetnek a nagy fekete táblák, ugyanis a kormány erre irányuló pályázatot hirdetett. Kiskapacitású, saját villamos energiafogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszerek telepítésére igényelhető a támogatás, melyet mikro, kis és közép vállalkozások vehetik igénybe. A cél az energiafogyasztás csökkentése. Két pályázatról tudok beszámolni az elmúlt időben, ami megjelent. Ugye az egyik a versenyszférát, a vállalkozókat érinti, a másik majd az önkormányzatokat főleg. Itt a vállalkozókat érintő pályázat, ez már régen várták ezt a pályázatot több céggel is, ahogy egyeztettem. Itt a kiskapacitású napelemes rendszerek kiépítésére nyílik lehetőség, konkrétan 15 kW-ig tudnak beruházni saját felhasználásra a napelemes rendszer kiépítésre. A minimális támogatás az 1,5 millió forint, a maximális az 3 millió forint, amit tudnak igényelni. Egyébként 100%-osra van írva a támogatásnak az intenzitása, de ez nem lesz teljesen 100%-os, hiszen 200 000 forint per kilowatt összegben maximálták a támogatásnak a mértékét, de így is úgy gondolom, hogy ez egy elég jó lehetőség. Ugye az volt a kérdés, hogy kik pályázhatnak rám. Itt most a medvadászok kivételével a vállalkozói szférát érinti, tehát a kettős könyvitelt alkalmazó Magyarországon legalább 3 lezárt, teljes lezárt üzletével rendelkező vállalkozásokat érinti ez a pályázat. Gazdálkodási forma szerint BT-k, KFT-k, RT-k, tehát ilyen szervezetek tudnak pályázni ezen a támogatási lehetőségre. Igazából, ahogy érdeklődtem itt ilyen kivitelezőktől is, azok a esetleg logisztikai központok, vagy olyan vállalkozási központok, ahol kb. 50-60 ezer forintos villanyszámlát tud kiváltani ez a napelemes, tehát megújuló energiás rendszer, akik ilyenbe gondolkodnak, azoknak mindenképpen, tehát ez energia felhasználást tudják így ennek a költségét csökkenteni, tehát ezeknek mindenkinek tudom ajánlani ezeket. A szakértő hangsúlyozta, ezek a napelemek nem összekeverendőek a határban nagy területen telepített napelemfarmokkal, ugyanis ott az energiával kereskednek, ennél a pályázatnál viszont az energiahatékonysága cél. Ott, amit látsz a határokban, ilyen nagyon esetleg a Kalocsa határában is, Szakmáron, Soltvadkert, Kiskörös környékén, azok a napelem parkok, ugye ott kereskednek az árammal. Itt ez mindenképpen csak saját felhasználásra, tehát a saját felhasználás maximumáig tudnunk beadni pályázatot, tehát inkább a központok vagy épületeknek a tetejéről beszélünk, amit föl tudnak használni saját célra. Igazából nem annyira vészesen nagy a támogatási összeg, ugye maximum ugye 3 millió forint, de úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Az irodavezető elmondta, több kalocsai, illetve környékbeli cég is érdeklődött már a lehetőség iránt, mely hamarosan elindul. Jelen pillanatban csak a tervezet jelent még meg, társadalmi egyeztetésen van a felhívás, körülbelül a május második felétől lehet majd pályázni. Viszonylag nagy a keretösszeg, 15 milliárd forintot határoztak meg országos szinten erre, durván ilyen 5-10 ezer vállalkozót fog részesülni pozitív elbírálásban, úgyhogy szerintem egy, de inkább 2 napig biztos nyitva lesz ez a felhívás május második felétől. A másik most megjelent pályázat viszont már az önkormányzatoknak kedvez. Útfelújítás, lakhatás, vagyis falusi csok, illetve közösségi terek felújítása, életminőséget javító beruházások. Ezekre lehet pályázni a hamarosan elstartoló Modern Falvak programban.
Az állam összesen 150 milliárd forint támogatást biztosít mindenre, amely összegből az 5000 fő alatti települések igényelhetnek támogatást. Erről is beszámolt az irodavezető. Itt már a sajtóban is elég nagy nyilvánosságot kapott ez a Magyar Falu Program. Ez 150 milliárd forintot hazai finanszírozásba, tehát a magyar kormány írta ezt ki, amiből a 150 milliárdból 50 milliárd forint ment, tehát útfejlújítási célokra lehet fordítani, 25 milliárd forint ez a falusi csokra, ugye ez az otthonteremtési támogatás, illetve 75 milliárdot különítettek el erre a 18 pályázati kiírásra. A 18 kiírásból 16 helyi önkormányzatokat érint, kettő pedig egyházi közösségeket. Minden esetben az 5000 alatti települések, tehát 5000 élekszám alatti települések tudnak pályázati igényt beadni erre a lehetőségre. A program április második felében indul hivatalosan. Úgy volt, hogy márciusnak a második felében, de ezt egy hónappal kitolták. Egyébként a 16 ilyen önkormányzatokat érintő felhívásból 5 jelent eddig még meg. Április második felétől, április 15, illetve április vége az, amitől indulnak ezek a kiírások, pályázati ablakok. Egyébként az 5 pályázati kiírás, azból 3 az egészségügyet érinti. Orvosi szolgálati lakásokra, orvosi rendelők felújítására, illetve orvosi eszközök beszerzésére tudnak pályázni ezek a települések. Ugye van megjelent még egy egyházakat érintő felhívás a kettőből, illetve ami eddig a legnagyobb népszerűségnek örvend, vagy a legnagyobb érdeklődés efelé mutatkozik, ez a helyi és nemzeti identitás tudatnak a fejlesztése nevű elnevezési pályázat. Itt 3 különböző pontra tudnak pályázni az önkormányzatok. Van egyszer egy közösségi és kulturális tereknek a külső-belső felújítása, programszervezés, programoknak a működési költségei, a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, ez a második pont, ez mintegy 20 millió forint értékben, illetve a harmadik pontja pedig a közösség szervező, tehát a programszervező, közösség szervező alkalmazására, bérési járulékköltségeknek a fedezésére mintegy 3 millió forintot tudnak támogatást igényelni az önkormányzatok. Az irodavezető kifejtette, térségünknek is nagy fellendülést hozhat a most induló lehetőség. A vidéken élőknek a élet minőségének a javítása ugye a fő cél, illetve az, hogy a vidéki térségben, az 5000 fő alatti településeken csökkenjen a kivándorlás, ugye, tehát hogy helyben tartsák a lakosságot, tehát ez a fő cél. A jelenleg forgalomban lévő magyar paprika fajták egyre kevésbé tudják produkálni az elvárt hozamokat. A termelők szerint a problémára megoldást jelenthetnek a különböző hibrid típusok. A fűszerpaprika termesztés sikerességét alapvetően a genetika határozza meg. Hazánkban egyre inkább úgy tűnik, hogy a forgalomban lévő fajták meg tudják biztosítani azokat a hozamokat, ami a nagykönyv szerint elvárható lenne. A fűszerpaprika termesztés sikerességét alapvetően én azt gondolom, hogy a genetika határozza meg. Hazánkban köztermesztésben lévő fűszerpaprika fajták sajnos leromlottak. A fajta fenntartásra úgy gondolom nem volt elegendő pénzeszköz, hogy ezeket úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, kivitelezhessék, és sajnos most már a magyar fajták közül a 2000-es évek szintjének hozamát sem tudják hozni, olyan genetikai leromlás következett. Ugyanúgy, mint minden más növénynél, azt gondolom, hogy a jövő az a hibrid paprika termesztése lehet. Ugye miért? Ennek egyszerű okai vannak. Ellenállóak, betegségekkel szemben ellenállóak, nagy termés mennyiséget tudnak, és jó minőség mellett. A fajták általában ezt nem tudják produkálni, mert vagy lebetegszik, ha nagy termés tud, vagy nem tudja a minőséget. Voltak erre ugyan nagyon jó próbálkozások. 2004 vagy 2005-ben jött be 2 baktériumrezisztens paprikafajta köztermesztésbe. Ezek voltak Calorez, illetve Caldon. Ezekkel egy probléma volt, amit én gondolok, hogy sajnos megelőzték a korukat. Ha ezek most kerülnek a köztermesztésbe, és egy más termesztési szemlélettel termesztenék a termelők ezeket a növényeket, akkor sokkal eredményesebb lehetne. Ugyakkor a termésmennyiség hirtelen megnőtt duplájára, mondjuk ugyanaz a technológia mellett. Sajnos a gazdák még nem voltak arra felkészülve egy nagyobb termésmennyiséghez, hogy a minőség is jöjjön,
egy technológiába is pluszt kellett volna hozzáadni, ami most már rendelkezésünkre áll, és azt gondolom, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet ezt jól megcsinálni. Visszatérnék a hibrid paprikákra, amikből sajnos hazai viszonylatban azt mondom, hogy két fajta van, ami szántóföldi körülmények között termeszthető, és jók is. Ezekkel egyetlen egy gond van, hogy a szaporítóanyag nagyon sokba kerül. Egy szem hibrid paprika mag 6 és 8 forint között van nettóban, amiből ki kell vetni kb. 200 000 szemet helyrevetéses technológiával, hogy egy jó tőállományt adhasson, és jó eredményekkel. Én már 4 éve kísérletezem hibrid paprikával, nem vetettem el 200 000 szemet épp a költsége miatt, hanem csak 100 000 szemet, ami már nagyon határeset volt, tőhiány esetén már nagyon hézagos tud lenni az állomány. Viszont elmondhatom, hogy nagyon jó kezdeti fejlődési eréllyel rendelkeznek, nagyon jó minőségük van, és emellett a nagy hozamot is tudják valóban, mint ahogy az imént mondtam. Tehát a jövőnek én ezt látom, hát ebbe kéne a vetőmagban egy kis támogatást kapni az ágazatnak, mert az, hogy egy paprikába betegyünk 1.500.000 forintot úgy, hogy még ki sem kelt, ami vagy visszajön, vagy nem, úgy eléggé nehézkes lenne ez a dolog. A paprika termesztéssel kapcsolatban sokszor felmerül a szedés problémája. A kézi szedésnél a munkaerő hiány, még a gépinél annak minőségtelensége okoz gondot. A kettő közötti alapvető különbség, én azt gondolom, a végtermék minősége. Azt tudjuk jól, hogy a kézzel szedett, hagyományos technológiával előállított fűszett paprika örlemény minősége messze meghaladja a gépi betakarításait. Ennek egyetlen egy gátja van, a mai világban a mindenki által ismert munkaerő hiány. Tehát nem találni embert, aki ezt a mennyiségű paprikát le tudja szedni biztonsággal, és így én azt gondolom, hogy a gépi betakarítás felé fog elmenni a fűszett paprika ágazatban is a technológia. A cégünk már 1986 óta, illetve a jogelődje foglalkozik fűszett paprika gépi betakarításával, tehát a Dusnoki Szövetkezet volt az első az országban, aki kipróbálhatta az amerikai Pixel típusú betakarító gépeknek a minőségét. Elsősorban zöldbabra jött ez a gép, de jött az ötlet, hogy fűszett paprikába is meg lehet ezt valósítani. Ez a technológia jónak bizonyult, egyetlen egy baj van, hogy olyan növényállományt kell létrehoznunk, aminek kellő nagy lombozata van, azért, hogy minél kevesebb veszteséggel tudjuk betakarítani, meg olyan fajta kell hozzá, vagy olyan hibrid, ami koncentráltan, egyöntetűen érik, hogy egymenetes betakarításról beszélve minél több jó minőségű paprikát tudjunk bejutatni a feldolgozó üzemekbe. Most már láttunk olyan gépeket Amerikában, amik soronként szedik, a miénk az lefésüli az állományt, ezáltal sérül elég sok paprika, de most már van olyan gép, ami soronként 70 vagy 75 cm-es sortávval nagy növésű paprikát minimális veszteséggel be tud takarítani. Ez is természetesen a zöld és piros paprika egyszerre jön be, de a mai technológiai színvonal mellett a gépi válogatással szerintem ez 100%-ban szétválasztható lehet a zöld, illetve a piros állomány, amiből már egy sokkal jobb minőségű készterméket tudunk kapni. A szedésfajták közötti különbség azonban az árban nem érződik meg a mezőgazdás szerint. A kézi szedés egyértelműen a munkaerőhiány miatt szorul háttérbe. A jelen technológiával, amivel mi dolgozunk, azt kell mondjam, hogyha szeptember közepén történik egy kézi betakarítás, és ott leszedünk kézzel 120 mázsa piros paprikát, október elején vagy közepén, amikor a gépi betakarításra megkapjuk a zöld lámpát, és rendelkezésünkre válik, hogy betakarítassunk, akkor nagyjából ugyanezt a mennyiséget tudjuk zöld-pirosban betakarítani, mint szeptember közepén a piros paprikába csak. Ennek két oka van.
egy hónapig még kint van a növény, rengeteget szikkad, nagyon nagy a súlyveszteséget szenved el a termés. Másik pedig, amiről beszéltem, a betakarítási veszteség. Én 2018-ban vizsgáltam egy táblát, amin táblán belül vettem mintákat, és egy 120 mázsás termés átlagnál pluszban még egy 25 mázsányi paprika ott volt a földön. Tehát sajnos nincs több termés, de a technológia változik. A gépek jobb hatékonysággal tudják betakarítani, akkor mindenképpen azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell haladnunk. Nincs más lehetőségünk sajnos. Dusnokon a hőskorban a 3600 hektáros szántóterület nagyságból 1000 hektár fűszeres paprikát termesztettek. Ez volt a legnagyobb szám, amiről én tudok. És az 1000 hektár, ez mind kézi betakarítással történt. El lehet képzelni, hogy micsoda iszonyatos munkaerőigénye volt ennek. Én még gyerekkoromban emlékszem is ezekben az időszakban. Nem láttunk mást, minden ember munka után természetesen ment ki és szedte a saját maga háztáji paprikáját, ugye, és nem autókkal, hanem a 80% a biciklikkel rárakva a zsákok, és mindenki végezte a dolgát. Ez is be lett takarítva. Lehet, hogy december eleje volt a legutója, az első fagyok vagy a hóig történt ez meg, de meg volt volt. Dusnokon pillanatnyilag 70-80 hektárnyi fűszert paprika van termesztésben, szinte minden évben, de ebből szerintem 85-90% az gépi betakarítással történik. Számos magyar tudós játszott meghatározó szerepet az atomenergetikában. Ez alapozta meg azt a tudást, amiben felépült a paksi atomerőmű. Fontos, hogy ez a tudás megmaradjon, és a Paks 2 projekt során is kamatoztathassuk, mondta a budapesti kutatóreaktor 60 éves jubiloma alkalmából tartott ünnepségen Süli János miniszter. Ez hazánk első atomreaktora, 1959 óta működik Budapesten, pontosabban Csillebércen. Kutatási célokat szolgál, de a reaktort üzemeltető MTA Energiatudományi Kutatóközpont kapcsolata az atomenergia alkalmazóival is szoros. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Lovász László szerint az itt dolgozók szaktudása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy például a paksi atomerőmű működhessen, a központ pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként végez fontos feladatokat. Süli János szerint az, hogy az Országos Atomenergia Bizottság már az 50-es évek első felében megalakult, majd 1959-ben megvalósult a kutató, később pedig a műegyetemen az oktatóreaktor is, jelzi, hogy Magyarország már korán az élvonalba került az atomenergetika békés célú alkalmazása terén. Számos magyar tudós vált a tudományág meghatározó alakjává, Magyarországon pedig kezdetektől rendelkezésre állt az a tudás, amelynek eredményeként Pakson 4 olyan blokk épült, amely minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Ezt a tudást véleményem szerint mindig is ösztönöztük, hogy ez meg tudjon maradni. Ez mindig is nemzeti érdek, hogy legyen olyan partner, olyan tudós szervezet, kutatószervezet az országban, akihez mindig lehet fordulni, és ha bármi vitánk van, akkor megalapozottan lehet az ő tudásokra számítani. A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter utalt arra is, hogy éppen 10 éve, 2009. március 30-án 95,4%-kal szavazta meg az országgyűlés azt az előterjesztést, amely megteremtette a két paksi blokk építésének elvi lehetőségét. A munka zajlik, olyan blokkokat építünk, amelyek 60 évig garantálják Magyarország olcsó, időjárástól független és széndioxid kibocsátás nélkül termelő, biztonságos kapacitást, fogalmazott Süli János. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal
az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a Tar Kft.